Egy pincében, labirintusban haladva, szobáról szobára gondolkodhat el a látogató az élet nehézségein, azok megoldási lehetőségein. A kontraszt kiállítás hat témakört dolgoz fel, ahogy a neve is mutatja, éles ellentétbe állítva azok fény és árnyoldalait. A témák között szerepelnek a családon belüli erőszak, szülők, példaképek, házasság, vállás, születés csodája, abortusz, szexualitás, szenvedélybetegségek, szabadság, öngyilkosság, élet értelme, valamint a megváltás csodáját érintő kérdések. A kiállítás egy olyan labirintus, amelyben elindulva az ember a saját sorsával, múltjával, elrontott dolgaival, győzelmeivel, gyermekkorából hozott félelmeivel, vagy éppen a kilátástalanságokban a lehetőségekkel találkozik, és a figyelmet éppen arra szeretné fölhívni, hogy egyrészt mindig van tovább. Egy-egy mélypont az nem feltétlenül végpont az életnek a végén, és egyáltalán nem biztos az, hogyha valami éppen nem sikerült, vagy elrontottunk, akkor hogy ne lehetne fölárni, hogy ne lehetne újra, sőt, újat kezdeni, egy egészen újat. Mivel a tárlat célközönsége a 14-28 év közötti korosztály, ezért multimédiás eszközöket is használnak a szervezők kommunikációs csatornaként, amelyek a döbbenet erejével hatnak a látogatók szinte minden érzékszervére. A kontraszt kiállítás egy példaértékű család és ifjúság megmentő projekt a Magyarországi Református Egyház és a rendőrség együttműködésében. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon új szerű, és hatalmas üzenetet közvetítő kiállítás. Nem csak képanyagában üzen a látogatóknak, hanem különféle hangefektekkel, hang rejtett kódolt üzenetekkel, amelyek mégis a figyelmes látogatóhoz célba érnek, és így egy olyan komplex élmény, amit azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek látni kell. A tárlat fővédnöke Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, aki az elsők között tekintette meg a kiállítást. A helyszínen azt mondta, ha valaki ellátogat ide, az más emberként tér majd haza. A tárlat ingyenes és egészen 2017. március 10-éig megtekinthető.